Az Őrkény Tábor Vadásztársaság pályázatot nyújtott be vidéki kulturális örökségünk megőrzése címén, és ez a pályázat sikeres lett, nyert, és most épül az ingatlan. Ez egy kocsi gyűjteménynek fog helyet adni, közel 20 lőcsös kocsink áll rendelkezésünkre, amely bemutatható lesz ezen a téren. Milyen előzményei voltak, két szervezet fogott össze ennek érdekében? Ez egy példaértékű találkozás volt és összefogás, mert a Stíva Népi Hagyományőrző Egyesület a 19. század végi paraszti kultúra értékeinek lovas hagyományait őrizgeti, gyűjtögeti, tanulmányozza, a vadásztárság pedig a természettel kapcsolatos hagyományunkat próbálja életben tartani, maga a vadászat is egy ősi foglalkozás, és a természet szeretete, ismerete, szóval két szálunk kapcsolódik össze a paraszti kultúrával. Az előbb beszélgettünk arról, hogy ez egy rendkívül fontos helyszín itt, Táborfalván. Mit lehet tudni erről a helyről? Tulajdonképpen a régió egyetlen világhírű intézményének egy kis szeletén tartózkodunk most, a 1922-ben megalakult Kopó-Falka vadász egyletnek az egyik épületének az udvarán vagyunk. Hogy áll most az építkezés? Most milyen szinten van ez az épület? Tulajdonképpen az építkezés az utolsó fázisában van, hiszen december végére átadásra kell, hogy kerüljön műszakilag az épület, utána következik egy gyors tereprendezés és térburkolás, és ha ez megtörtént és sikeresen átadásra kerül, akkor lehet megtölteni az épületet tartalommal. Arról már gondoltak, valószínűleg már gondoltak, hogy hogyan fogják berendezni. Természetesen gondoltunk, úgy gondoljuk, hogy minden egyes közben egy-egy lőcsös kocsit állítunk ki, amelynek érdekessége az, hogy ahol magyarok élnek a Kárpát-medencébe, ezeknek a népies lőcsös kocsiknak a szerkezeti elemei azonosak, de famunkájuk, díszítésük, vasalásuk tájegységenként más és más. Az Egyesület megpróbált tájegységenként összegyűjteni, természetesen az igénye, a teljesség igénye nélkül, mert egy ilyen gyűjtőmunka csak akkor fejeződik be, ha az embert eltemették. Megpróbáljuk összegyűjteni, felújítani ezeket a kocsikat, és láthatóvá tenni a közösség számára. Itt az előbb említette azt is, hogy nem csak maguk a kocsik lesznek, hanem használati eszközök is lesznek majd a kiállításban. Természetesen ez így igaz, nem csak maguk a lőcsös kocsik kerülnek kiállításra, hanem a paraszti gazdálkodásnak az összes lóval vontatott eszközei, az ekéktől, a kapáktól, a fogasokon, a boronákon, a hengereken, a vetőgépen, a kaszálógépen, a gyűjtőgerebjéken keresztül minden kiállításra kerül. Ezek részben rendelkezésünkre állnak, részben felújítás alatt vannak, és ahogy elkészülnek, úgy kerülnek majd az udvaron kiállításra.